Mi Hazánk mozgalom következetesen kiáll a férfiak 40 program bevezetése mellett, tehát a nőkhöz hasonlóan a férfiaknak is meglegyen a lehetősége 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni. Mindez azért is fontos az alaptörvény által is deklarált nemek közti egyenjogúság mellett, mert a Központi Statisztikai Hivatal adataiból tudjuk, hogy az idős férfiak több mint egyharmada meg sem éri a nyugdíjkorhatárt, ezen belül a fizikai munkát végzők még rosszabb arányjal kell, hogy szembenézzenek. Tehát a férfiak 38%-a, a fizikai munkát végzők fele szó szerint a munkából kerül a temetőbe. Még néhány nyugodt nyugdíjas év sem jut tehát nekik, hogy pihenhessenek, a családjukkal, unokáikkal lehessenek. Ezeknek az idős férfiaknak nincsen lehetősége a korai nyugdíjba menetelre, hiszen az Orbán kormány 2012-ben megszüntette ezt a lehetőséget, elvette a vasutasoktól, bányászoktól, tűzoltóktól, rendvédelmi dolgozóktól, tehát a nehéz és megterhelő foglalkozást végzőktől, melyben jellemzően férfiak állnak helyt. És noha a kormány bevezette a Nők 40 programot nagyon helyesen, de a férfi dolgozók azóta sem kaptak semmit. A Mi Hazánk mozgalom követeli tehát, hogy a kormány hozza helyre ezt a súlyos ballépést, és vezesse be a Nők 40 program mellé a Férfiak 40 programot is. Szerintünk a Férfiak 40 program nem ellenfele, hanem kiegészítése a Nők 40 programnak, épp úgy, mint ahogy a férfiak és a nők sem vetélytársai egymásnak, hanem kiegészítői és legtermészetesebb szövetségesei. Véleményünk szerint minden embert, minden dolgozó magyar embert megillet a nyugodt nyugdíjaskor. Ez a minimum, amit egy átdolgozott élet után az állam minden dolgozójának biztosítania a köteles. Követeljük tehát a Férfiak 40 program minél hamarabbi bevezetését.